A vadászok és rendszeres erdőjárók azt mondják, ez az év legszebb időszaka. Ezekben a napokban és hetekben hallatják ugyanis hangjukat a szarvasbikák. Céljuk egyértelmű, szeretnének minél több szarvas tehenet elcsábítani a párzási időszak előtt, jellegzetes bőgésükkel így ilyenkor erejüket fitoktatják. Gyakorlatilag ugye ezek a magányosan élő bikák ilyenkor felkeresik a teheneket, a tehén csapatokat, és megpróbálnak minél több tehenet a saját hatóságok, fennhatóságok alatt tartani, hogy amikor valamelyik elkezd folyatni, akkor ugye meg tudjon történni majd a párosodás. Nyilván ez nem megy teljesen simán, hiszen tehén ugyan van, de hát bika is van szép száma, de és ilyenkor a bőgés az gyakorlatilag, ami tudtul adja a többi bikának, hogy itt már ennek a területnek, ezeknek a teheneknek van gazdája, és aki ide mer jönni, az irgum-burgum borzasztóan el lesz majd náspángolva. Szerencsés esetben ezt láthatja is a vadász, amikor a bikák összeverekszenek, hiszen van olyan bika, amelyik nyilván nem fogadja el ezt a figyelmeztetést, és erősebbnek érzi magát, megpróbálja elverni a csapatnál lévő úgynevezett csapatbikát, és átvenni a tehenek fölött az uralmat, a hatalmat. Hát nyilván ez nem megy simán. A szarvasok általában nagy számban közlekednek, éppen azért a járművezetők számára is könnyebben észrevehetőek. A párkeresés időszakában azonban a bikák önálló útra térnek. Ezért nagyobb eséllyel keresztezhetik a közutakat, nem árt tehát még körültekintőbben vezetni a nagyobb erdők közelében. Jellemzően a kereső bikák azok a fiatal bikák, akiknek ugye nem sikerül még tehenekhez csatlakozni, vagy próbálták, de elverték a csapatbikák, ők nyilván többet mozognak, de alapvetően maguk a tehenek, tehát az a nagy tömegű szarvas, amiket szoktunk látni a különböző videóbejátszásokban, az ilyenkor lehetőség szerint helyezkötötten van, nem szívesen mozognak. Majd akkor, amikor télen összeállnak nagy rudlikba és keresik az élelmet, akkor fogunk jobban találkozni velük. Ilyenkor ezekre a magányos bikákra kell jobban figyelni, de hát mivel ugye bőgnek, keresik ugye a teheneket, ez részint a tehenek fele is jelzés, elég jól észrevehetőek, másrészt az elég nagy testű vadról beszélünk, tehát az agancsa, a teste is olyan, hogy könnyebben észre lehet venni, mint mondjuk egy őzet. Ha mégis megtörténik a baleset, a sérült vadhoz nem szabad sem hozzányúlni, sem lehúzni az útról, agancsával vagy rugásával ugyanis komoly sérüléseket okozhat. Ha az állat nem tudja önmagától elhagyni a helyszínt, kötelező rendőrt hívni, az elpusztult vadat pedig tilos a helyszínről elszállítani, az ugyanis a helyileg illetékes vadásztársaság tulajdonában van.